Javul az egyház főegészségi állapota. Interjú az idei Ratzinger díjasokkal. Megtérés egy halálos betegségből való gyógyulás során, itt a római riportokban. Ferenc pápa légzési problémái ellenére fogadta a Glasgow Celtic futballcsapatot, akik az olaszországi Lazio elleni mérkőzésre érkeztek az örökvárosba. Non importa. Se abbiamo vinto o non abbiamo vinto, non importa. It doesn't matter whether you win or don't win. Ognuno lotta per vincere. Of course everybody fights and plays to win. Ma la vittoria non è la finale. Può essere una sconfitta quella. But the victory is not in the final when you may lose. La vittoria è tutto il percorso del gioco insieme, del gioco di squadra. A csapat szurkolói közül többen is részt vettek az általános kihallgatáson. Látni a főpapot, látni a pápát, nagyszerű élmény a szurkolóinknak. A Celtic FC szurkolói nagyon nagyra értékelik a pápát. És a szurkolók valóban nem felejtették el katolikus gyökereiket. Nagyon-nagyon különleges volt nekünk, mert a mi futballcsapatunkat egy ír katolikus marista testvér alapította. Azért hozták létre, hogy enni adjunk a glasgowi és a környékbeli szegényeknek. Máig nagyon sok karitatív tevékenységet folytatunk világszerte. Andrew Kering marista testvér 1887-ben létrehozott egy pénzalapot a szegény családok támogatására. Bár orvosai tanácsára Ferenc pápa lemondta a dubai utazását, az általános kihallgatáson megjelent. Jó hangulatban volt, de még nehezen vette a levegőt, így a beszédet sem ő olvasta fel. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuiamo con le catechesi. Ma come io ancora non sto bene con questa gripe e la voce non è bella, sarà Monsignor Ciampanelli a leggere le cose. A pápa a kihallgatás végén imát kért az izraeli és gázai helyzetért, különösen a túszok elengedéséért és azokért, akik a konfliktus következményei miatt szenvednek. Ho sentito la parrocchia lì, manca l'acqua. Manca il pane. La gente soffre. A pápa kénytelen volt lemondani dubai útját, ennek ellenére nagyon aktív a Vatikánban. Rövidített ugyan egyes programjain, de minden nap jelen volt valamilyen találkozón. Ferenc pápa köszöntötte a Nemzetközi Teológiai Bizottság tagjait. Megjegyezte, hogy a jelenlévők között mindössze 5 nő van, aminek meg kell változnia. La donna ha una capacità di riflessione teologica diversa da quella che abbiamo gli uomini. Sarà perché io ho studiato tanto la teologia di una donna. A pápa dr. Gerl Falkowitz teológiai munkájára utalt, aki egyike volt annak a 4 német nőnek, akinek válaszlevelet írt pár hónappal ezelőtt, és amelyben aggodalmának adott hangot a német egyház újabb útjai miatt. La chiesa è donna. E se noi non sappiamo capire cosa è una donna, cosa è la teologia della donna, mai capiremo cosa è la chiesa. Kiemelte, hogy az egyház legnagyobb bűnei közé tartozik, hogy nagyon elférfiasodott. A Nemzetközi Teológiai Bizottság szorosan együttműködik a hittani dikasztériummal fontos doktrinális kérdések vizsgálatakor. F-
Ferenc pápa nem tudott elmenni a Dubajban megrendezett COP28 klímakonferenciára. Pietro Parolin bíboros, vatikáni államtitkár képviselte őt, aki beszédében még nagyobb elköteleződésre szólított fel a klímaváltozással és annak társadalmi következményeivel szemben. Demos ejemplo como representantes religiosos para mostrar que un cambio es posible, para manifestar estilos de vida respetuosos y sostenibles. Y pidamos encarecidamente a los responsables de las naciones que en la casa común sea preservada. Nos lo piden en particular los pequeños, los pobres, cuyas oraciones llegan hasta el trono del Altísimo. Vasárnap a pápának kellett volna a konferencián lelepleznie a világ vallásai számára kialakított pavilont több világvallási vezető részvételével. Brajda atya tolmácsolta a pápa szomorúságát a túl rövid ideig tartó gázai tűzszünet miatt. Ugyanakkor békét kért, és a túszok elengedését a gázai övezetben, valamint a humanitárius segítség eljuttatását. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Anche oggi io non potrò leggere tutto. Sto migliorando, ma ancora la voce non mi dà. Sarà Monsignor Brajda a leggere la catechesi. A pápa végül köszöntötte az összegyűlteket, és azt kérte tőlük, hogy imádkozzanak érte. Köszöntését lelkes tapssal fogadták a zarándokok. Becsú bíboros ügyében december közepén hirdetnek ítéletet. A bíborost és többeket azzal vádoltak meg, hogy egy olyan londoni ingatlanügy részesei voltak, amely során a Vatikán dollármilliókat veszített a közvetítőknek adott kifizetések, valamint egy épület adásvétele miatt. A Vatikán nem beszélt pontosan összegekről, de a becslések szerint csak az adásvételi művelet mintegy 150 millió dolláros veszteséget okozhatott. Az adásvétel idején Becsú bíboros államtitkár helyettes volt a Vatikánban. Az ügyész 7 év, 3 hónap börtönbüntetést kért a bíborosra, valamint körülbelül 11 ezer dollár pénzbüntetést, 15 millió dollár visszatérítést és a vatikáni közhivataloktól való eltiltást. A bíboros elleni vádak között szerepel sikkasztás, hivatali visszaélés és nyomásgyakorlás az egyik fő tanúra. Ő maga az összes vádat tagadja. Ez az első alkalom, hogy egy világiakból álló polgári bíróság ítéletet mond egy bíboros felett a Vatikán területén. Ferenc pápa már korábban megfosztotta Angelo Becciút bíborosi feladataitól. Az idei Ratzinger díj átadó más volt, mint az előző 12, mert a korábbi években Ferenc pápa adta át a díjakat. Betegsége miatt most a József Ratzinger 16. Benedek vatikáni alapítvány elnökén Lombardi atyán keresztül köszöntötte a kitüntetetteket. Ferenc pápa azzal bízott meg, hogy köszöntsem önöket a nevében. Adjam át szívélyes üdvözletét, és közvetítsem gondolatait ezen a ma esti találkozón. A nevét viselő kitüntetések átadásának ünnepsége természetesen az ő emlékére való összejövetel is. Egy olyan élő örökségről van szó, amely folyamatosan gyümölcsöt terem az egyház útja során ma is. Mindkét idei díjazott spanyol származású. Pablo Blanco atya a teológiai szentség tanprofesszora, Francesco Torralba pedig filozófus és teológus. A nevét viselő kitüntetések átadásának ünnepsége természetesen az ő emlékére való összejövetel is. A ránk hagyott örökségét tekintve egy olyan élő örökségről van szó, amely folyamatosan gyümölcsöt terem az egyház útja során ma is. Az alapítvány 2011 óta díjazza azokat a kutatókat, akik a teológia területén kiemelkedő tudományos munkát végeznek. Az idei volt az első alkalom, hogy a kitüntetettek nem találkozhattak a díj névadójával.
Pablo Blanco atya a kutatásai miatt kapta a díjat. Művészeti és filozófiai tanulmányai után hosszú éveken át tanított teológiát, majd Ratzinger bíboros teológiájából írta a disszertációját. Meglátása szerint a volt pápa intellektuális örökségének minden nemzedék számára van mondani valója. Nagy teológiai örökséget hagyott maga után, és az emberek, főként a fiatalok, sokszor fordulnak hozzá és olvassák a műveit. Szinte minden nap kapok kérdéseket fiatal teológusok részéről, de más területről is, akiket érdekel az ő alakja, a gondolatai. Francesco Torralba akadémiai munkájának a fókusza az antropológia és az etika, főként az emberiség állapota. 16. Benedek pápa öröksége kétségkívül generációkon átívelő lesz. József Ratzinger még sokáig beragyogja a 21. századi teológiát, annak ellenére, hogy már egy év telt el azóta, hogy elhunyt, és még több a lemondása óta. A művei élnek, és már most a 20. század klasszikusainak egyike. A két kitüntetett a díjátadás reggelén találkozott Ferenc pápával, aki bátorította őket, hogy folytassák a munkájukat. A pápa mosolygott, viccelődött, de nagyon figyelmes volt. Mindkettőnket bátorított, hogy folytassuk a munkát, és ne fáradjunk bele a kutatásba. Főként abban, hogy terjesszük a filozófiát és a teológiát világszerte. December 31-én lesz egy éve, hogy elhunyt 16. Benedek pápa. Az idei volt az első alkalom, hogy a Ratzinger díj átadása az ő jelenléte nélkül zajlott le. Két héttel Indi Gregori halála után Ferenc pápa részvét táviratot küldött Nottingham püspökének a temetés napján. A pápa részvétét és lelki támogatását fejezte ki a kis Indi családja felé. Indit 8 hónaposan egy ritka betegséggel diagnosztizálták. Az angol bíróságok a szülők kérése ellenére a kezelés megszakítása mellett döntöttek. Ezek után mindent megtettek, hogy bekerüljön a Vatikán gyermekkórházába. Végül nem tudták áthozni Olaszországba, és az angliai kórházban lekapcsolták az életben tartó gépeket. Indi 2 nappal később meghalt. Az olasz kormány felajánlotta, hogy kifizeti a kislány temetését. Sok minden megváltozott, amióta elkezdtem imádkozni a rózsafűzért. Ezek Tami Peterson ügyvéd, podcaster és a világhírű pszichológus Jordan Peterson feleségének a szavai. Tami egy halálos kimenetelű, ritka vesebetegséget győzött le. Amikor kórházban volt, egyik barátja egy Ferenc pápa által megáldott rózsafűzért adott neki, ami megváltoztatta az életét. Elmondta minden egyes titoknak a történetét, és megkérdezte, hogy milyen szándékért, kiért szeretnék imádkozni. Az imádságok segítettek átvészelni a gyötrelmes vizsgálatokat. Szinte nem is éreztem a fájdalmat az imádság ideje alatt. A rózsafűzérről szóló tanúságtételét ebben a YouTube videóban mondja el, amelyet 2 hét alatt több mint 2 millióan néztek meg. A házaspár útja nagy népszerűségre tett szert világszerte, ahogyan Tami új reményre lelt katolikus hitében. Valószínűleg, amit leginkább felfedezett a katolikus hit felé fordulva, az a szoros azonosság az igazság és Krisztus között. Katolikus hite megélésében más is segítette. Nagy tisztelője lett ugyanis Szent José María Escrivának. 5 hónappal azután, hogy a betegekért felajánlott 9-edet elkezdte, egy lyuk a nyirokrendszerében, amelyre épp kezelést kapott, magától begyógyult. Ő az egyetlen, akiről tudunk, hogy túlélte ezt a rákot. Tami Peterson húsvétkor lesz a katolikus egyház tagja. Meggyőződése, hogy az élet nagy kihívásai közepette semmi más nem segít, mint az ima, a hit és a rózsafűzér. A Puerto Rico-i Liziói Kisszent Teréz gyermekotthon elhanyagolt vagy visszaélés áldozataivá vált gyermekekről gondoskodik immár 30 éve.
Az otthont 1994-ben alapították Arecibo régióban, ahol a gyermekekkel való rossz bánásmód kiemelkedően gyakori volt. A közösségből páran úgy döntöttek, hogy tesznek valamit ez ellen. A katolikus egyházzal karöltve a csoport és a nemrég elhunyt püspök Inigo Malone elkezdte ezt az álmot valóra váltani. Az otthon igazgatója szerint a probléma gyökere az ország szegénységében keresendő. A Covid világjárvány után, ahogy az élet is újraindult, mindent megtettek azért, hogy a gyermekek rossz helyzetét orvosolják. A járvány alatt a gyermekek otthon voltak, nem volt iskola és nem voltak szociális munkások sem. A gyermekekkel való rossz bánásmód egyre gyakoribbá vált országszerte. Amikor visszatértek az iskolákba és a tanárok látták az ütéseket, az zúzódásokat rajtuk, akkor elkezdtem beszélni a problémáról. Törvényi szabályozás miatt 18 hónapnál többet nem maradhatnak a gyerekek az otthonban. Ez a fogyatékkal élőket és a legnehezebb családi hátterű gyerekeket érinti hátrányosan. Azt gondolom, hogy az ilyen intézmények és más hasonló szervezetek hatékonyan tudják segíteni a kiskorúak védelmét és biztonságát. Sok itt lévő gyermek szülője a drogkereskedelemből él, mások börtönben vannak, vagy éppen drogosok. Az igazi védelmet ezeknek a gyermekeknek egyértelműen ezek az intézmények jelentik. Az otthon adományokból tartja fenn magát. Munkájuk, amely által otthont és védelmet tudnak nyújtani ezeknek a gyerekeknek, nélkülözhetetlen. A gyűrűk, varázslók és hobbitok világa mögött az alkotó Tolkien áll. A Római Nemzeti Modern és Kortárs Művészeti Galéria kiállítása a könyvei mögött megbújó embert akarja bemutatni. Az elképzelésünk szerint a látogatók felfedezhetnek olyan dolgokat, amiket nem tudtak az íróról, de kíváncsiak voltak rá. A kiállítás nem kíván mindent elmondani, nem ezért hoztuk létre. Nincs szó könyveinek értelmezéséről, mert az a jó, ha az olvasónak vannak saját elképzelései, és ösztönzést kap arra, hogy olvassa Tolkien könyveit. A kiállítás inkább az életének és munkásságának különböző aspektusait mutatja be. Olyan tárgyakat mutatnak be, amelyek nem csak a világhírű író, hanem a professzor és apa történetéről is mesélnek. Az íróasztala, a jegyzetei és a gyermekkorából származó tárgyak. Látható az a bőrönd, amelyet Tolkien anyja használt, amikor fiával és Hillary-vel 1895-ben visszatértek Dél-Afrikából. Ez a bőrönd soha többé nem hagyta el Angliát. Korábban kizárólag a Birmingham oratóriumban volt megtekinthető. Könyveinek különféle kiadásai is láthatók 52 nyelven. Iránból, Kubából, Ukrajnából, Oroszországból és Kanadából. A világ minden táján megjelent különféle kiadványok képet adnak a szerző határokon átívelő nagyszerűségéről. Tolkien katolikus hite fontos része volt az életének. A társkurátor szerint azért szeretik Tolkient a keresztények és a nem keresztények egyaránt, mert miközben a hitről ír, könyvei nem válnak vallásossá. Tény, hogy nincsenek vallásos témák a könyveiben, mégis az olvasó érzi a jelenlétüket. Van gondviselés és kegyelem, de nincs ima, imádkozás. Ez fontos oldala Tolkiennek. Üzenetet közvetít, de nincs szüksége arra, hogy azt néven nevezve írjon róla. A kiállítás egyaránt megemlékezik az író halálának 50. évfordulójáról, valamint a Hobbit első olasz nyelvű kiadása óta eltelt 5 évtizedről. Az ír Mary Barron nővér a Női Általános Előjárók Nemzetközi Uniójának az új elnöke. A szervezetet a világ minden tájáról származó női kongregációk 1900 vezetője alkotja, akik összesen 600 ezer női rendtagot képviselnek 5 kontinensről. Az egyik projekt, amely a tervezés fázisában van, és a szerzetesi élet előtt álló kihívások egyike, az idős és az Alzheimer-korban szenvedő nővérek gondozása.
Jól ismert kezdeményezése a szervezetnek a Talita Kum projekt, az emberkereskedelem és kizsákmányolás elleni küzdelemmel foglalkozó hálózat, amelyet 2009-ben alapítottak, és ma már több mint 70 országban van jelen. 2020-ban pedig létrehozták a kiskorúak gyámságával és védelmével foglalkozó bizottságot. Célja a gyermekek és fiatalok védelme, valamint a szerzetes nők képzése is ezen a területen. Ez a bizottság azon dolgozik, hogy segítse a kongregációkat a gyermekekkel szembeni visszaélések megelőzésében és az azokra való reagálásban. A saját tagságunk képzésével párhuzamosan létrehoztuk a Katolikus Gondoskodás Gyermekekért nevű projektet is. Ez a gyermekek számára világszerte nyújtott intézményi ellátást vizsgálja, különösen az árvaházakat, hogy milyen családias modellben lehetne gondoskodni az ott lakókról. Beron nővér tavaly októberben vett részt először szinóduson, ahol a szinodalitás témáját vitatták meg. További témák között szerepelt a diakonátus az egyházban. Valójában az Unió javasolta 2016-ban a pápának, hogy hozzon létre egy bizottságot a női diakonátus kérdésének a tanulmányozására. Először is hadd mondjam el, hogy a diakonátus általánosságban azért került szóba, mert jelen voltak diakónusok, illetve igény volt arra, hogy visszatérjünk a diakónusi szolgálat gyökereihez, és emlékeztessük magunkat, hogy a diakonátus értelmezése sokkal tágabb, mint csupán liturgikus funkció, hiszen nagyon is kapcsolódott a szeretet szolgálathoz. A nők diakónussá szentelésének kérdését is megfontoltuk. A dokumentumban szerepel egy javaslat, miszerint a kérdést a jövő évi szinódusig még tanulmányozzuk. Csoportként az Unió először 2014-ben vett részt szinódusi közgyűlésen, amikor Ferenc pápa meghívta őket a családról szóló szinódusra. Azóta is ott vannak ezeken a találkozókon. Idén a püspöki szinóduson 5 tag vett részt, és élte ki szavazati jogukkal minden szerzetes nő nevében. Következő adásunkban Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe, itt a Római Riportokban.